Köszöntök mindenkit a csatornámon, én Spip vagyok. A mai napon ellátogattunk Nagykörösre a Richter Safari Parkba. Kíváncsiak vagytok, hogy milyen tartsok alá. Interneten megtalálhatok róla mindenfajta információt, belépője árak, mikor van nyitva, mikor érdemes jönni kocsival, is végig lehet menni a parkon, van a kisvonatozik, mi a kisvonatozást választottuk. És arra figyeljetek, hogy két bejárata van a parknak, és a hátsó bejárat, úgymond a második bejáratnál lehet felszállni a kisvasútra, itt van egy nagy parkoló is, és különböző vidámparkos játszós részek. Szóval a családoknak nagyon szuper lehetőség akár hétvégére, akár hétköznapra. Get anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sok ingyenes program mellett vannak tervezett bemutatók is, amiket mindenképp érdekes megnézni. Most mi kifejezetten mi a kisvonat miatt jöttünk, nem soká indul, lehet venni hozzá répát és etetni az állatkákat. Pontosan így néz ki, amikor autóval megyünk végig, és oda jönnek, hogy megetessük őket. 10 perc van 15, ide szépen körbe lehet ülni, és meg lehet nézni, hogy tréningelnek az elefántok. Kíváncsi vagyok. Ha mégiscsak kocsival jössz, akkor itt lehet az első bódénál répát is venni, és azonnal neki is állt az etetésnek. Az autókon lévő sérülésekért felelősséget nem vállalnak, úgyhogy úgy gondoljátok meg, hogy drága BMW-vel, Mercedes-vel beálltok-e, mert lehet, hogy nem lesz jó vége. Hozzánk a társával, Lilivel együtt. Ők mind a ketten afrikai elefántok. Jön a másik lába.
Összegzésként azt kell, hogy mondjam, én valami sokkal kisebbre számítottam, amikor meghallottam, hogy ilyen szafari van itt a közelben. Ez egy hatalmas élmény, és mindenképp családok számára ajánlom. Simán el lehet tölteni egy napot itt, rengeteg a program van, ami ingyenes van, miért fizetni kell. Az árakat mindenki nézze meg a neten, mivel valószínűleg változnak, de én úgy gondolom, hogy 3-4 fős család egy 20 000-essel egy napra számolhat, mivel főleg, hogyha itt fogyaszthatok ételitalt, meg ugye plusz a kisvasút, a Dodge, ha erre-arra felszálltok, tehát nem olcsó, az biztos, viszont elképesztő élmény, és tényleg nagyon sok látnivaló van. Kis állatkákat is meg lehet nézni közelről, mindent meg lehet simogatni, etetni őket, szóval szuper hely. És még egyszer, hogyha autóval szeretnétek végigmenni, akkor az első kaput válasszátok, ott közvetlenül rá lehet hajtani az útra, viszont ha sétálgatni akartok és itt szétnézni, akkor a hátsó kaput válasszátok, ami az első kaputól kicsit egy 700 méterre tovább kell jönni a földúton, és ott lesz. És itt van egy hatalmas parkoló, ami teljesen ingyenes, közvetlen, ahogy beljöttök az autóval, ott már ki is lehet fizetni a kasszánál a belépőt. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha kérdésetek van, írjátok le kommentbe, mindenre megpróbálok válaszolni. És ha szeretnétek még ilyen és hasonló tartalmú videókat, akkor kövessetek be, találkozunk a következő helyszínen. Én Spip voltam, sziasztok!